Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Nos, ismét Székesfehérvár vendége, Tárnok Ákosnak, a Los Andinos és a Los Andinos Együttesnek köszönhetően Mária Godoy Ágír. Itt van velünk, tisztelettel köszöntöm, jó estét kívánok. Üdvözlöm. És itt van velünk természetesen az ötletgazda, a lelke ennek a történetnek, Tárnok Ákos, a Los Andinos Együttes vezetőjeként. Ez azért is fontos számunkra ez a találkozó, mert ugye volt egy olyan időszak, amikor még nem jöttek, aztán egyszer csak jöttek ketten is, és ez egy nagy áttörés volt, amikor sikerült meginvitálni Máriót és az ő barátját, Székesfehérvárra. Carlos Freire, igen. Ez honnét jött a gondolat, hogy előbb-utóbb ezt meg kell lépni? Akkor az a nagy, akkor ezt az ekvádori kormány igazából ezt támogatta, pont azért, hogy ők felmérhessék Kodá és Bartók országában, mert ők azért mégis ebből a legtöbbet Kodájáról és Bartókról tudnak. Tehát a többi nagy hírességünk, aki a népzenével kapcsolatos, mert most a népzenével kapcsolatos dolgok, mivel Mário is népzenekutató, ezért eljönni ide, hogy itt milyen módon tanítják a népzenét, hogyan archiválják a népzenét. És akkor elvittük őket Néprajzi Múzeum, Zenetudományi Intézet, Zeneakadémia, itt a Hermann László Zeneiskolába, alapfokon és a középfokon, hogy amely a tanítás. Úgyhogy elvittük Abára, Művészeti Iskolába, hogy ott hogyan megy az oktatás, és ezért jöttek ők ezek az információt szedni és vinni haza, hogy hátra tudnak ők is valamit ebből használni. Nos, akkor Máriótól kérdezem, és kérlek, hogy segíts a fordításban, hogy én nagyon kíváncsi lennék a megismerkedésük történetére. Ehhez azonban tudnia kell, és nyilván tudja is, hogy a Los Andinos, amikor elkezdte azt a missziót, amit Perúban, Bolíviában, Ekvádorban folytatott, akkor ez egy egészen különleges volt Magyarországon. Úgyhogy mikor találkozott velük úgy, hogy meggyőzte a teljesítményük, az odaadásuk, a zenei tudásuk arról, hogy érdemes segíteni ezt a csapatot? Cuando primero nos encontramos nosotros, ¿por qué pensaste esto? Voy a ayudar para estos chicos porque ellos hicieron como comisión aquí en Hungría la música ecuatoriana, peruana, boliviana, música andina y tú tal vez has visto con qué calidad podemos hacer la música o solamente simpático cuando primero nos encontramos y tú pensaste, yo voy a ayudar a ellos. Bueno, ya han pasado casi 30 años. 30 év is eltelt már, több mint, majdnem 30 év már eltelt. Y lo principal es la amistad que surgió en aquel entonces. Hát ez a összetartozás, tehát a barátság. Y yo recuerdo que el día que nos conocimos, ya para la noche, nos reunimos con otros amigos músicos de mi ciudad y ahí conversamos, intercambiamos, tocamos juntos. Entonces ahí me di cuenta que podíamos ser amigos, que había un lenguaje común. Azt mondja, talán a legkevesebb élményem az, amikor legelőször találkoztunk, hogy egész este zenéltünk, beszélgettünk, ettünk helyi ételeket, és volt egy közös nyelvünk, a zene nyelve, amin beszélgethettünk egymással. Incluso en el mismo Ecuador, a muchos ecuatorianos mestizos no les interesa la música indígena. Azt mondja, rengeteg, hát ott sok ember van, aki zenélget, de nem érdekes nekik a saját népzenéjük. Entonces, qué bueno que haya un grupo, unas personas, unos músicos extranjeros que quieran conocer la música de mi provincia, el trabajo que yo estaba haciendo. Azt mondja, és most ide jöttek hát külföldiek, akiknek ők értékelik ezt az én zenémet, az én tartományom zenéjét, és azt mondja, hát akkor én meg ezzel foglalkoztam, akkor miért segíteni? Entonces yo creo que más bien era un momento oportuno, algo de empatía y de que ese era el camino mío, la misión mía de compartir
compartir mi música, compartir mi cultura, compartir la música de mi pueblo. Y ellos estaban interesados. Tehát az az érzés, hogy akkor én most együttműködhetek, és tehát az én együttműködésemmel segíthetem azt, hogy az én hazámnak a zenéjét átadhatom a másoknak. Igen, én azt gondolom, hogy ez nem egy álom volt, hanem de ez egy megvalósult, egy olyan történet, amire büszkék lehetünk, hát leginkább a Los Andinoson keresztül, mert mi is ugye részesei voltunk nézőként és hallgatóként a Los Andinos, hogy mi mindent hozott nekünk. Viszont azt kérdezném, ugye megnéztem, hogy jóval több mint 30-40 esztendejeim már, hogy Jószerivel néprajzkutatóként, népzenekutatóként Ecuador valamennyi térségének zenéjét felkutatta. Mekkora ez a munka? Hiszen ehhez nagyon sok felkészülés és hit kell, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy mennyire színes az a zenei kultúra, ami az ön hazáját jellemzi. Muchos colores tiene la música ecuatoriana. Como miré, tú descubriste muchos lugares, hiciste investigación y tienes tu trabajo de la música ecuatoriana. Y cómo empezó este trabajo o cómo hiciste este trabajo? Pertenezco a una familia de músicos, quinta generación de músicos. Ötödi generációs zenész családból származom. Luego, lo que comentábamos, muy joven vine a estudiar como estudiante de intercambio en los Estados Unidos. Azt mondja, hát mint cselediákként voltam az Egyesült Államokban. Del American Field Service, el programa de intercambio. Sí, saliendo de Ecuador, ahí me di cuenta de la valía de las cosas que tenía yo en mi país. O sea, yo no me daba cuenta estando ahí. Saliendo, ahí pude darme cuenta todo. Lo grande que era el Chimborazo, lo hermosa que era la música andina, lo hermoso que era la música popular mestiza que hacía mi padre, que yo no lo valoraba. Amikor otthon voltam, akkor édesapám, aki egy híres zenész és egy leghíresebb énekesnek a kísérő zenésze volt Ecuadorban, és a mesztit zenét játszotta. Akkor döbbentem, amikor ott voltam az Egyesült Államokban cselediákként, hogy mi az nekem, hogy látom a mi nagy hegyünket, a Chimborazót, mert annak a tövében lévő található városban, Riobambában származik. Az, hogy az édesapám milyen zenét játszik, egyből elkezd felértékelődött bennem, hogy ott voltam egy másik országban. Entonces, yo creo que eso es bueno, salir para darse cuenta de lo que uno tiene, relacionar las cosas con otras. Itt dale valor de esa manera. Tehát talán ez, hogyha valaki elmegy külföldre, akkor talán jobban láthatja azt, hogy mit hagyott itt, mit hagyott a hazájába, és talán jobban felértékelődik benne, hogy milyen értékek vannak az ő hazájában. Velem ez történt. Nos, a Los Andinos részéről kérdeznélek téged, hogy ugye ez először egy kalandnak indult. Elkötelezettség volt, de kalandnak indult. Aztán lett belőle egy teljes élet, egy olyan hivatás, amit nem lehet csak nagyon-nagyon komolyan csinálni. Melyek voltak azok a lépcsőfokok a Los Andinos életében, amelyek meghatározták azt a pályafutást, ahol jelenleg tartotok? Igen, azt szoktam mondani, hogy ez egy első látásra szerelem volt, ami tudjuk, hogy az első látásra szerelem az egy lángoló valami tud lenni, mert ez volt, hogy egy lángoló dologként elindult az egész, de az még nem egy olyan mélyreható dolog. Aztán azt mondtam, hogy egyre jobban belemerültünk, amiket kaptunk itt információkat, de a még nagyon nagy mérföldkő az a legelső kijutás, 1989. decemberében léphettünk Ecuador földjére. És ez karácsony után volt, azt hiszem 28-a ez pontosan, és az, hogy ott megízleljük az egészet, tehát az életforma, az, hogy hogyan élnek az emberek, hát persze, hogy hogyan van az emlék, és rengeteg mindent abba kaphattunk, és hát a legnagyobb dolog az volt, hogy ővele megismerkedhettünk.
Tehát eljutottunk Közép-Ecuador, Riobambába, egy jezsuita papnak, Ronald Gábornak köszönhetően, aki írt egy levelet Maldonado atyának, őnek elvittük a levelet, hogy segítsen meg, és ő küldte hozzánk Mário Godoyt. És jött Mário Godoy, és egy önzetlen ember, tehát erről még kérdés volt, tényleg azért voltak olyan emberek, akikkel találkoztunk, hogy hát igen, segítek, bár ebből nekem mi hasznom van. Ugye? Őnál ez fel sem erült. Ez soha ilyen, a eddig kapcsolatban soha nem volt ilyen, hogy ez ilyen szóba került, még a gondolata se, hogy ebből nekem mi hasznom van, ha én ezt neked megmondom, megmutatom. Bármit kérdeztem, a legmérhatóbban próbálta nekünk elmondani, és megtudni, mint ahogy most is itt van, és együtt vagyunk, és beszélgettünk, és mondjuk ebédeltünk, és most közben beszélgettünk. Jó, sok minden. Nem csak a népzenéről, mert ugye a világ dolgai is szóba kerülnek, és sok mindenről, hogy ő hogyan gondolkodik, és ugye azért ez sokat számít, de ez egy óriási mérföldkő volt. Ami elindította, azt mondom, a zenekart felé, hogy itt menni kell ki megismerni. Köszönhetjük természetesen ezt Kodálynak, meg Bartóknak, mert azért ő beleplántálta szerintem itt belénk, akik névzően foglalkozunk, hogy oda jön a tiszta forrás, és menjetek és ismerjük meg azt, honnan jön a zene. Ugye nagyon is jól tudjuk, bár már keveset tudunk Ecuadorról, tudjuk, hogy Quito milyen magasan fekszik. Nézzük a Copa Americán az ecuadori futballválogatott mérkőzéseit. Ugyanakkor kevesen tudjuk azt, hogy nagyon sokszínű a népi kultúra. Hogyan sikerült ezt megőrizni, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy számtalan népcsoport különböző dalokat, dallamkincset őriz. No sabemos muchas cosas de Ecuador. Bueno, sabemos esto hay Copa América y tal vez sabemos qué alto el capital Quito. Pero allá hay diferentes como tribus, pueden decir, y diferentes culturas adentro en el país, quienes tienen muchos colores. ¿Cómo reservaron esto allá ustedes? Bueno, incluso por la Constitución, Ecuador es un país pluricultural y multiétnico, de muchas culturas y muchos grupos étnicos. Hát egy sok kultúrájú ország, Ecuador, ezt a törvényükben is lefektették. Es un país pequeño, pero que tiene diversidad de climas. Tienes las Islas Galápagos, la costa, la sierra, los Andes, Amazonía. Nem nagy az országunk, de három fő részünk van. A tengerparti rész, ami természetesen klímában is mások. Tehát egy tengerparti rész teljesen más, mint a hegyvidéki és az őserdei rész. Tehát ezek akármennyire, azt gondolná az ember, hogy ugyanúgy, hát a hegyvidék a magassága miatt az nem trópikus, tehát nem trópusi. Tehát ugye Ecuador maga az ország neve egyenlítő menti, ugye, Ecuadorból, de trópus a tengerpart, trópus az őserdő, de mégsem ugyanolyan az éghajlat a kettőnél. Logikus, ott egy tengerpart, a másikon meg még a vízválasztó az Andok mögött. Igual es un país muy turístico. Quito es una ciudad patrimonial, una ciudad que tiene un casco colonial muy, muy hermoso. Igen, világörökség része Quito, igen, eléggé fellendült, tehát turizmus, erős a turizmus. Hát, mert azért a koloniális időszak, illetve a gyarmati korszakból azért ezek az építészetek, amik fennmaradtak, ezek nagyon szépen láthatóak a fővárosban. Tenemos nevados, el Chimborazo, que Humboldt, claro, dijo que era el más alto del mundo. Después pasó a segundo lugar, pero ahora si se lo mide al Chimborazo, claro, del centro de la Tierra, sigue siendo el más alto del mundo. Sí, voy a decir, pero pregunto, es cómo reservaron ustedes o qué hicieron para esto. La cultura, diferentes culturas, principalmente en la música, ¿qué reservaron ustedes? Bueno, los mismos pueblos, por ejemplo, cuando hubo el dominio español, los españoles trataron de destruir todo. Los instrumentos musicales. Ah, tehát ugye azért legelőször az, hogy a spanyolok megjelentek, az eredeti hangszereket, amiket az őslakosok használtak, azt szinte eltörölték.
Sin embargo, han pasado más de 500 años y todavía pervive una música con fuerte acento antiguo, aha, una música ancestral. De azért több mint 500 év eltelt azóta, és azért teljesen ez nem sikerült eltörölni, és azért még mindig érezni ezek a mai élő zenékben is a régi korokat, esetleg még a hódítás előtti időszaknak a maradványait a zenében. Por ejemplo, Hawái, o en los indígenas, o también en Imbabura, Saraguros, o los parte afroecuatoriana, la música de marimba, ajá, del chota, o de esmeraldas, o del chota, o la música mestiza. Sí. Es muy diferente, muy variada. Igen, két felé kell bontanunk. Van az általunk nevezett indián zene, ezt inkább mondhatjuk a vidéki falusi, a paraszti zene, és van a meszticek zenéje, ugye a keverék, a mesztic, a spanyol-indián keverék. Ezek a zenék nagyon különbözik. De azért fennmaradt, mint például említte a Hawái, például olyan ünnep, ami hát fennmaradt, most már nem nincsen, de őnek egy komoly kutatás volt, mert szem 13 közösségbe ment el, ez egy aratási ünnepség. És hogyan aratnak ők, és az aratásnál milyen dalok vannak? Tehát egy előénekes van, aki előénekel, és akkor vezeti, a többiek válaszolnak rá, és közben így megy. Ez az előénekes, ez, ahogy nálunk a népzene mondják, ez egy nótafa, tehát egy legjobban énekelő, és erre válaszolnak az emberek, mert ő valamikor új verseket talál. Ezek mind szerencsére megmaradtak, és azért ezeket próbáljuk ezeket azért megőrizni, hogy ezek meglegyenek, mint hogy a fekete embereknek Esmeraldas tartományban a kultúrájuk, ami szintén már keveredett a miénkkel. Tehát tulajdonképpen ez az összeállítás, amit az első látogatáskor Carlos Freyjel is játszottak. Ez az arató. Igen, 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 a Carlos Freyjével, igen, igen, ez volt, igen, mert ő csimborászott tartományban, a Carlos Freyre pedig Kanyár tartományban. No, az ekvádori zene helyi emlék, globális örökség, egy történet, amit Rio Bamba mondott, című könyv, bekapaszkodnék ebbe a címbe, hogy helyi emlék egyenlő globális örökség. Miként tudják ezt megtartani? Ezt ki írt, ezt a könyvet? Ezt ő maga. Ő írta? Igen. Spanyolul jelent meg. Ekvádori zene, helyi emlék, globális örökség. Spanyolul nincs meg a cím. Nincs. Egy történet, amit Rio Bamba mondott. Aha. Tú escribiste, dice un libro, recuerdos de mi lugar, y que reservó Rio Bamba. Es la música de Chimborazo, pero hay dos partes escritas sobre la música indígena en Chimborazo, mi provincia, sí. Ahí es lo indígena. Sí. Y lo de Riobamba es la música mestiza. Ajá, igen, las dos partes. Igen, kettő részből áll ez. Az egyik rész az, mi az indián zene, az indiánok zenéje. Az milyen, mert az nagyon különbözik, a másik pedig a meszticek zenéje. Azért jobban azért úgy elképzeljék a tévénézők, ez az indián zene, ez ugye a falusi zene, és a mesztic jobban a városi zene. No, újra itt van Magyarországon, Ákosék meghívására. Milyen gondolatokkal fogadta ezt a meghívást? Mi lesz az a program, hiszen azt tudjuk, hogy ma délelőtt már voltak egy programon. Mi a további terv? De először az érdekel, hogy milyen gondolatokkal jött. Con qué pensamientos veniste acá cuando escuchaste te invitamos otra vez a Hungría? Bueno, me pareció una cultura muy interesante. Yo conocí en Latinoamérica que México es un país con una fuerte tendencia a defender, a mantener sus tradiciones. Y se lo conocemos los latinoamericanos como un país fuerte, con sus raíces, con su identidad. Ah, señor. Pero vine a Hungría y me di cuenta que ustedes son el doble que los mexicanos. Ah. Mucho más, muy fuerte ese sentido de identidad. Defienden tu música, la danza, el vestido, los tejidos. Y eso está bien. O sea, en un mundo globalizado, lo que nos... Tehát megfordultam Latin-Amerikába több felé. Azért elég többet voltam Mexikóban.
És mexikóiak, hogy az ő hagyományaik, hogy az nagyon büszkék, hogy ezt nagyon-nagyon őrzik, hogy milyen az ő hagyományaik, és tényleg ez olyan példaértékű, ugye, ahogyan ott ápolják ezt, és rangot kap ez a nál. És eljöttem Magyarországra, és azt mondtam, hát itt Magyarország kétszer annyira ez van, mint Mexikóban. Tehát ez számomra nagyon, nagyon jó volt látni, hogy itt milyen komolyan foglalkoznak a néphagyományjal, és hogy adják át a fiatalságnak. A mai világban, amikor globalizáció van, és akkor innen folytatjuk tovább. Globalizáció? Sí, yo creo que en el mundo globalizado lo importante son las diferencias. O sea, eso nos hace grandes. O Ecuador, un país pequeño, pero tiene varias regiones, varias cosas diferentes. Y eso es lo bueno. Hungría igual, un país pequeño, pero tiene sus diferentes aportes. La casa danza, las músicas, los instrumentos. Uh-huh. Ja, akkor most itt igazából arról beszélt, hogy itt most a két globálisan nézzük azt, hogy Ecuador is egy kisebb ország, azért ott is különbségek a zenében, mint Magyarországon ugyanígy. De itt például, ami igen felkeltette érdeklődését neki, és nagyon tetszett a Casa Baile, no? A táncház. Tehát neki is a táncház az nagyon jó, és most elmondta, voy a decir que hacen ustedes, ya? Mondtam, hogy akkor elmondom, mert ezt már mesélte nekem, hogy en algo fin de agosto, augusztus végén csinálnak táncházat kint, de ekvádori zenével. Mm. És hát olyan szisztémával úgy mond, mint ahogy itt mit csinálnak, legalábbis próbálják úgy csinálni. Tehát mi, amikor legösszebb volt, akkor elvittük több táncházba. És most, amikor februárban voltunk kint a Kákics zenekarral, akkor mi is tartottunk táncát, ugyanis ő azóta a Pasillo nevű múzeumnak az igazgatója lett, és abban a múzeumban volt táncház, és mivel előtte ő egy sétáló utcán van ez a múzeum, ott a sétáló utcán lesz most tartva ilyen mesztit zenének a táncháza. No, a harmonika itt van? Lesz harmonika? Igen, itt van kint az autó, a gitár is, elfejtettük behozni, de behozzuk. Nem baj, viszont akkor én azt gondolom, hogy még lesz nyilván program, közös program, tehát ehhez kívánok sok-sok nézőt, nincs kétségem felől, hogy nagyon sokan lesznek. A gyerekek élvezték? Igen, tetszett a gyerekeknek, bár ebben a nagy melegben nem egyszerű lekötni őket, de azért sikerült, rendben. Úgy érzem. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, köszönöm szépen, köszönöm, hogy megtisztelt. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Vendégem volt Mária Godoy Egér és Tárnok Ákos, mégpedig abból az alkalomból, hogy a neves ecuadori néprajzkutató, népzene kutató Székesfehérvár vendége a Los Andinos Együttes meghívására. Köszönöm figyelmüket, minden jót mindnyájuknak. Viszontlátásra!